A világhírű magyar állami népi együttes érkezett Nyíregyházára. Zsúfolásig megtelt a Váci Mihály Kulturális Központ nézőtere csütörtök este. A 14 muzsikusból és 24 táncos párból álló formáció megidézett Kárpátalja, Hágókon innen és túl című előadását láthatták az érdeklődők. A néptánc az mindig is az életem része volt, már 4 évesen kezdtem el néptáncolni az óvodában, és mindig csináltam mást is, zenekarba játszottam, vagy kórusba énekeltem, atletizáltam, sportoltam, de a tánc az mindig ott volt, és elvégeztem a Magyar Táncművészeti Főiskolát, utána a Honvéd Együttesbe mentem, és utána jöttem ide a Magyar Állami Népi Együttesbe. A táncokat a hagyomány és a sokszínűség jellemzi, a különböző népek nemzeti sajátosságait is bemutatták a színpadon. Az együttes a táncház mozgalom hagyományára épít, újításként pedig különböző vetítésekkel színesítik a produkciókat, de a tánc, a zene, az ének és a jelmez harmóniája közösen nyújtják az egyedi élményt. Az együttes repertoárjában van többféle vidéknek, régiónak a táncai. Most már egyre többször kapaszkodunk olyan tájegységekbe, hogy egy-egy tájegységet mutassunk be. Ilyen például az Örök Kalottaszeg, amely Erdélynek a táncát mutatja be, ilyen például a Kincses Felvidék, amely Felvidéknek a táncát, és a mai előadás a megidézett Kárpátalja, az például Kárpátalja sokszínűségét mutatja be. Tehát itt a ruszinok, az ukránok, a magyarok, a zsidók, a cigányok, románok táncai mind-mind megjelennek az előadásban. Az együttes vezetője úgy véli, azért is lehetnek már 65 éve sikeresek, mert az adott korok kérdéseit sikeresen megválaszolják a különböző koreográfiák segítségével. Mi is az a Kárpátalja? Hogy élnek ott emberek, kik éltek ott, milyen értékek halmozódtak föl, a történelmünknek milyen szerepe van Kárpátalja életében, vagy Kárpátaljának milyen története, vagy milyen szerepe van a mi történelmünkben. Lehet-e különböző nációknak együtt élni? Az ő együttélésük egymás kirekesztéséről szól-e, vagy inkább az elfogadásról és egymás értékeinek átadásáról? A produkcióban a magyar színpadi néptáncművészet történetében először láthatták a nézők egy keretben a keleti Kárpátokban és a Kárpátalján élő népek kultúráját.